Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint unboxing következik ismét. Egy Logitech G51-es hangszóró 5.1-es rendszert fogunk kicsomagolni. Fent nem sok minden található. Valamiért az autofókusz szarakodik. Az egyik oldalán leírások, specifikációk, ilyen dolgok vannak. Jó, autofókusz ki. Pontosabban. Tehát 155 wattos az egész rendszer, 20 wattok a négy szatellit, a másik szatellit pedig 19 wattos az a center, és 56 wattos maga a minimo. Jó. A hátoldalon pedig mutatja, hogy miket tud. A kontroller, stb. Matrix. Ezt majd megnézzük jobban, mikor kibontjuk a cuccot. Jó. Na lássuk, mit tartalmaz a doboz. Ja igen, még ezen az oldalon van itt egy ilyen vagány kis frekvencia leírás, hogy mit tud, meg mi, meg hogy. Így fog kinézni. Itt a kutyám. Kutyánk. Mászik itt a lábunk közé. Na jó, szóval unboxing. Kinyitjuk a dobozt. Itt elég jó pofán van becsomagolva, mert itt vannak például, kihúzzuk így ezt az egyik dobozt. Ebből pedig nem más van, mint ha minden igaz a center és a controller. Így bekészítettem európai szabványos kábeleket, mert ez egy szar. Itt van, mert ilyen kábel lejön igazából, gyárilag. Mindegy, autofókusz nem lényeg. És akkor itt van maga a kontroller része a dolognak. Ezt mindjárt megnézzük különben. Hát, kábelek. Még több kábel. És itt van még több kábel. Ez már nem még több kábel, ez hozzátartozik az egyik szatelithez. Tehát ez az egyik szatellit, mindjárt egyet kibontunk ebből is, és itt a másik szatellit, ezt félre. Lássuk, mi van még. Van még egy dobozunk, ugyanígy. Kutya mindjárt megeszi a kontrollert. Tehát itt van egy, még egy szatellit, még egy szatellit, és még egy szatellit. Ezeket majd mindjárt megnézzük jobban. És akkor ami még van itt a dobozban, feltéve, hogyha valamivel ezt fel tudnám vágni. Az ágyat használom most kibontás céljából. Jó. Mire jó egy sörbontó? Tehát ezt a dobozt pedig, ha kinyitjuk, ebbe van maga a mélynyomó, amit most kiszedek. Az. Ezt semmilyen irányban nem szeretnék kérni. Tényleg itt mindjárt epilepsziás rohamot kaptuk a rázkódás miatt. Jó, na itt van maga a mélynyomó rész. Levesszük róla ezt az ógyszert. Végül is ógyszer. Jó. És akkor mit is látunk először? Az alján a szép mélynyomót. Szerintem nagyon pofásan néz ki egyébként. Jó, elég magas lábai vannak. Ez új cucc egyébként, csak a doboz volt kicsit megviselt. És itt van az eleje. Ez is fóliázott. Minden, amit le is veszünk róla. Úgy,
kicsi, de szép. Logitech logó. Igen. És a kutyám már kínozza is a csomagolást. Jó. Mi van még itt? Ráléptem a farkára. Másik oldalán semmi, hátul pedig nem más, mint a csatlakozók. Tehát bal jobb. Front, rear, sub, center, mikrofon és a kontrollernek a cucca, illetve lent még vannak megint a front, right, center, tehát ezek maga a szatelitek és a záram kábel. Na, hát gyakorlatilag ez ennyi. Lássuk, mi van még. A szatelitek kb. Ugyanúgy néznek ki, úgyhogy azokat nem fogom mindegyiket egyenként kibontani. Elég lesz egy. Csak úgy be vannak fóliázva, hogy öröm nézni. És akkor itt is van. Szép Logitech logó. Fém egyébként gyakorlatilag az egész oldalt is Logitech logó. Hátul ezeket nem mindegyiket lehet egyébként falra szerelni, ez elég nagy hátrány, de elvileg le lehet venni ezt a plastik részt, és van külön olyan cucc hozzá, amivel viszont már fel lehet szerelni falra is. Van lába, ami fix, de nem mozdítható. Nagyon minimális szinten, de mozdítható. Az erősítő, ez a csatlakozó pedig a fókusz is úgy akarja, akkor nem akarja. Tehát ez ilyen. Ilyen. Na jó, lássuk a kontrollert. Ezt is kibontom. Jaj, de be van. Cseszve az egész. Tehát a kontroller nagyon jó cucc egyébként, mert rengeteg fajta profil van rajta. Tehát lehet mutolni mikrofont külön, illetve külön a hangszórót. Van egy jack bemenet rajta, mikrofon bemenet, Logitech logó. Ez a level, ez pontosan nem tudom, hogy micsoda. Lehet külön állítani a mastert, subwoofert, surroundot, centert, de ezt azt hiszem, hogy ennek a gombnak a nyomásával váltogatja a profilokat, hogy mit szeretne az ember pontosan. Ott van maga a bekapcsoló gomb, illetve van háromfajta beállítási lehetőség, a gaming, music és a matrix. Tehát ez lehet külön-külön beállítgatni, hogy hogy szeretné az ember, hogy a legjobban megfeleljen neki. A végén pedig a, mi már a Logitech-től megszokott dolog, a csatlakozó, a kontroller és a mainymó között az egy ilyen, mintha a serial portos cucc lenne. Tehát ennyi lett volna ez a videó, lehet, hogy lesz belőle majd egy ilyen teszt, hogy hogy szól igazából, és hogy néz ki maga a kontroller, mert az még úgymond érdekes. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!